Épp gyakorolnak a gyerekek a német tánc és életmód táborban, amit a Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus általános iskolában tartanak. Bárki jelentkezhetett Bonyhádról és a környező településekről is. 48 gyereket táboroztat, 6 segítővel, Köllerné Koch Ilona, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke. Hosszú hónapokon keresztül, március közepe óta nem tudtunk próbálni, és nagyon hiányzott már az, hogy együtt legyenek a gyerekek, és hogy a szabadidőt értelmesen is eltöltsék, mozogjanak, és azért arra gondoltunk, hogy a táncosoknak és esetleg az érdeklődőknek szervezünk egy ilyen napközis jellegű tábort. Rengeteg programot szerveztek erre az 5 napra. Délelőtt szigorúan táncoktatás zajlik, aztán helyet kap a sport, kézműves foglalkozás és a kirándulás is. Mindezek a német hagyományőrzés jegyében telnek, hiszen meg akarják mutatni a felnövekvő nemzedéknek, hogy hogyan éltek a régi svábok. Napi szinten használják a német nyelvet, és a gyerekek az idősebbek segítségével akár pacskert is készíthetnek kartonpapírból. Bonyhádon működik egy Spinnstube, ami azt jelenti, hogy fonó, és minden olyan kézműves dolgot készítenek, amit régen a fonóban. Tehát első a pacskerkötés, nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ezt a tudást átadják az idősek a fiatalabbaknak, és szerencsére vannak fiatalabb anyukák is, akik jönnek és tanulják, és már meg is tanulták. Ezen kívül horgolni, netszelni, hímezni is megtanulhatnak a tábor alatt azok, akik kedvet kapnak hozzá. A gyerekek nem csak Bonyhádról, hanem például Cikóról, Hőgyészről és Mázáról is érkeztek. A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Krenzlein Néptánc Egyesület anyagi támogatásával jöhetett létre immáron 4. éve a hagyományőrző tábor.